A Notre Dame-hoz látogatott Emmanuel Macron, a francia elnök arról tájékozódott, hogyan haladnak a párizsi székesegyház újjáépítési munkálatai. A Notre Dame 4 éve 2019. április 15-én kigyulladt, majd ikonikus ikertornyai összeomlottak, a tetőszerkezet kétharmada megsemmisült. Franciaország lakossága eközben feszülten várja az alkotmány tanács jelentését a nyugdíjreform alkotmányossági vizsgálatáról. A nyugdíjrendszer átalakításáról, melynek egyik eleme, hogy a nyugdíjkorhatárt a jelenleg érvényben lévő 62 évről 64 évre emelik, Macron parlamenti szavazás nélkül elnöki rendelettel döntött. Az alkotmánybíróságnak azonban jogában áll a törvény teljesen vagy részben hatálytalanítani. A nyugdíjreform rendkívül népszerűtlen az emberek körében. A szakszervezetek már 12 országos tiltakozónapot szerveztek. A demonstrációk többször, legutóbb csütörtökön is erőszakba torkoltak.